A Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképző iskola diákjainak 3 napja volt, hogy összeállítsanak egy olyan projekt terméket, ami a szakág munkáját mutatja be. A 7.-8. osztályosoknak szánt bemutatkozó anyagot a tanévet indító egyhetes iskola foglaló program keretében készítették el, aminek köszönhetően 5 szakmával ismerkedhettek meg a fiatalok. Abban az 5 ágazatban, hogy informatika és távközlés ágazat, kereskedelem, turizmus vendéglátás, építőipar és gépészet ágazat, nagyon lelkesen és izgatottan készültek, nagyon sokféle feladatot megoldottak, az évfolyamok ágazatonként együtt voltak. Az informatika és távközlés ágazatban egy prezentációt láthattak a meghívott 7. és 8. általános iskolás vendégeink, ami bemutatta tulajdonképpen az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus szakmának a csínyát, bénnyet, természetesen egy prezentáció formájában. Ezt követően az építőipar ágazat tanulói mindenféle munkaeszközzel és szerszámmal vonultak fel, és nagyon játékos formában mutatták be a festőmázoló, tapétázó és köműves szakmát a meghívott vendégeinknek. Természetesen szakmai oktató kollégám nagyon figyelt arra, hogy a vendégeket is, az általános iskolásokat is bevonja a feladatba. Én úgy gondolom, hogy ez igazán jól sikerült, és nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatban zajlott idáig a rendezvény. Most pedig a kereskedelmi ágazat kereskedelmi értékesítőinek a bemutatkozója következik. Egy üzlethelyiségben különböző vásárló szituációkat láthatunk majd, hogy hogyan kellene megoldani azt egy jó eladónak, illetve a turizmus és vendéglátás ágazat pedig 2 felvonásos miniszínjátékkal készült erre a napra. Nagyon fontos és kiemelt jelentőségű, hogy a saját diákjaink is megismerhessék a nálunk tanult szakmák szépségeit, tudják azt, hogy milyen szakmai oktatások folynak, nem csak abban az osztályban és ágazatban, amelyben ők tanulnak, és mivel tavaly nagyon-nagyon sikeres volt, úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt érdemes folytatni, és ennek a mai napon nagyon látszik az eredménye. Az intézmény pályaorientációs jelleget adott az iskola foglaló rendezvénynek, a diákok oktatóik iránymutatása mentén tartották meg előadásaikat, ami az általuk választott szakmába engedett betekintést. Majd november közepén lesznek nyílt napjaink, illetve a helyi általános iskolába szeptember végén megjelenik a pályaválasztási roadshow-val a Váhi is, mint intézmény. Jó? Amúgy jól vagy? Igen, jól vagy. Most már abban. A tanulók törekedtek rá, hogy egy-egy vicces paródián keresztül hasznos információkkal megtöltött projektanyagot állítsanak össze. Nagyon sokat készültünk, hogy be tudjuk mutatni és át tudjuk adni a 8. és a 7. osztályosoknak a szakmánknak a információjait. Egy kis boltot készítettünk elő, jönnek hozzánk vevők, akik reklamálnak, vásárolnak, barátnős vevő jön, jön egy feldúlt vevő is, akinek nem jó a cipőmérete, visszahozza. Ezeken az élethelyzeteken próbáljuk bemutatni a diákoknak, hogy hogy zajlik a kereskedelem.